Sziasztok, ez most ilyen soron kívüli videó, csak ezt azért videózom le, hogy megmutassam, hogy most per pillanat, ezt ma vettem, a Lidl-ben lehet kapni 1 kilós kiszerelésben ugyan, de ilyen öreg cheddar sajtot. Ezt 2000 forint alatt volt, de egy normálisabb trapista sajt 1800 forint, tehát most 200 forinttal drágább ez. Tehát, hogyha bármelyik ilyen sajtot, és hogyha valaki nem ismeri a cheddart, ez ilyen ízre egy picit a ementálira hajaz, de egy ilyen, levágok, megmutatom, fú, az, az a baj, ezt nem akartam kóstolni, de ebből az lesz, tehát egy ilyen picit ilyen lágyabb szerkezetű, tehát ilyen máshogy törik, mint a trapista, tehát egy iszonyatosan illatos, és én imádom, tehát most konkrétan az, hogy vettem egy kilót, most pont belementünk egy ilyen dátum sztoriba, hogy a egyik joghurt, amivel főztem, lejárt már vagy 2-3 hete. Konkrétan semmi baja nem volt, úgyhogy én mindig azt nézem, hogy romlott az étel, vagy jó. Ez most 21. hóig jó. Tehát nagyjából én most elmegyek holnap a Lidl-be, és ebből szerintem veszek még 2 kilót. Tehát engem nem érdekel, mert éjjel-nappal ezt fogom zabálni. Iszonyatosan jó kaja. Tehát ez egy ilyen... Nehéz meg, tehát egy ilyen krémes az állaga, de mégis kemény sajt. Tehát, hogy ilyen trapistánál talán egy fokkal keményebb, de trapista az rugósabb, ez ilyen kis nagyon-nagyon-nagyon jó. Ha még nem kóstoltátok, most nem gond, hogy 1 kilót egyszerre meg kell venni. Ezt most menjetek el, remélem még holnap lesz. Ezen az áron meg kapok belőle. Brutálisan finom. Jó? Tehát ezt most bocsánat, csak gyorsan bejelentkeztem, meg akkor már megmutatom, hogy ez lesz a vacsi. Jaj! Nem kell megijedni, készül róla a videó. Ez egy ilyen, mit tettem bele? Korianderes, kurkumás, iszonyatosan kis fűszeres, kis, tök nem egy hagyományos kis csirkeszány lesz. Egy ilyen joghurtos kevert szarival. Szóval ma a Mészi családban brutál traktorozás lesz, de ami miatt bejelentkeztem, de egy héten belül fent lesz ez a recept is, ami miatt bejelentkeztem, most vegyetek ilyet, jó? Jó főzés, könnyű kajákat, sziasztok!